szírva, szállszan a szét a szélben. Csorom fehér a kertet, mint egy igazi télben. Mintha a szélva, mintha puhán fehérben szírna. Mintha senki se sírna, mintha a világ élna. Mintha a szélva, mintha puhán fehérben szírna. Mintha senki se sírna, mintha a világ élna. Kóra nyílik az ablak, kavarognak a pejhek. Kiderengnek a tücskök, s beleborzom a lelket. Mintha a szilva, mintha puhán fehérlő szilva. Mintha senki se sírna, mintha a világ élna. Mintha a szilva, mintha puhán fehérlő szilva. Mintha senki se sírna, mintha a világ élna. Hószakadása vajon, vagy a virágok szírna? Semmi sem az, amit látsz, s minden olyan csak, mintha. Mintha a szírva, mintha puhán fehérlő szírna. Mintha senki se sírna, mintha a világ élna. Mintha a szírva, mintha puhán fehérlő szírna. Mintha senki se sírna, mintha a világ élna. Vitéz Mihály görnye dagot, halkan fütyöli a ritmus, szerelmes lesz, míg verset ír. Lekopogjam még a lépcsőn a csizma savokkal, csillámlik az ég alján kis sengevér. Bekopott az idő a kőbe, a fény a hosszú szenvedőbe, ráhajlik egy pálik a bőres csészegen, táncol át az őszbe. Bekopott az idő a kőbe, a fény a hosszú szenvedőbe, ráhajlik egy pálik a bőres csészegen, táncol át az őszbe. Megszédülöm májusi hőt, alkonyodik. A bukóba várnék a tartott gyomlokán. Vitéz Mihály pipára gyűjt, csókon mereng és csal reményt, egyensúlyozva szófokán. Megkopott az idő a bőre, a fény a rosszul szenvedő. Táncol át az őszre, megkopott az idő a bőre, a fény a rosszú szenvedőbe, ráhajlik egy árnyék a bőres csészegen, táncol át.
Szállj
szeretlek. Hol sem leszek, hol én már ügyek. Újjászületnek a keresztem, kukany fel, sokozat neveztem. A kutyottulat alpani, csókolnának hajnali, csókolnának, mint a hajnak, mint a beregvét. A kutyottulat alpani, csókolnának hajnali, csókolnának, mint a hajnak, mint a beregvét. Kukkanj fel, esmetes tájaidra, és ejtelmes lázárjaidra. Vezess, hogy el ne tévejedjek, ne csókoljak, ne senjek. Yeah.
Köszönöm szépen! Mit csak a tükrök látnak, áruló ők a lélek, rózsák az kölcsön pénzem, milyen gyönyörű élet. Rózsára cserél birtok, virág egy utca lánynak, kimenőtölt a lélek, mit csak a tükrök látnak. Micsoda szép hazugság, időbős éges percek, este kilencig koldus, este kilenctől herceg. Rózsára cserél birtok, virág egy utca lánynak, kimenőtölt a lélek, mit csak a tükrök látja. Rózsára cserél birtok, virág egy utca lánynak, kimenőtölt a lélek, mit csak a tükrök látja. Rózsára cseréld birtok, virág egy utca lánynak, kimenőtölt a lélek, mint csak a tükrök látna, mint csak a tükrök látna. Tudosan rás juhász volt, bár fekete a képen, leásták pihenni, de a fák tövébe. Fiatal volt mégis, görbe volt a háta. Istenem, magyar volt, szóljon, aki látta. Fiatal volt mégis, görbe volt a háta. Istenem, magyar volt, szóljon, aki látta. Ilyen emberekről szegény ember. Valamikor a szegény sorsú emberek akkor is felkerekedtek. Valamikor másfél millió emberünk tártorgott ki Amerikában, Erdélyből is sokan kitántorogtak, és Markó Bélának a Operencia című verse erről jut. Szóval nem ilyen drámai, mint a Sinkeles, egy kicsit más szempontból közelít ehhez a dologhoz. Kicsit olyan amerikáson közelíti hozzá. Amerikában Ignác bácsi folyton a nőket hajtorázta. Ki tudja hány apát, a gyengit maradhatod végül utána. Valószínűleg egyel többször fújt az ágyba, mégsem kellett volna. S hanyat esett dermed szemébe, New York sok égigérő tornya. Kár volt ezért kivándorolni az Operenciális túra, mert nagyanyám szerint Hitchcock is akart volna, ki leszúrja. Kár volt ezért kivándorolni az Operenciális túra, mert nagyanyám szerint Hitchcock is akart volna, ki leszúrja. Papírzacskóba rejtett késsel egy bosszú álló, hír megölte a jég hideg, kövön sok árba, folyt el a
piros vér belőle. Vagy mégsem, Ignác bácsi volt, azt nem is tudom, olyan így történt, de valamelyik ez közül egy nő miatt akkor megölték. Kár volt ezért kivándorolni az óferenciális túra, mert nagyanyám szerint itt van is akar volna, aki leszúrja. Kár volt ezért kivándorolni az óferenciális túra, mert nagyanyám szerint itt van is akar volna, aki leszúrja. Köszöntöm nézőinket, a Csokonai Könyvtárban egy nagyon hangulatos este vagyunk túl, melyen a Körömvilág Együttes közreműködött Kocsis Csabával beszélgetünk. Először is magyarázzuk meg a névválasztást, hiszen ezért a Körömvilágról mindenkinek egy gyógynövény jut eszébe. Innen a választás, vagy valami más oka volt? Hát azért, mert a körömvirág a gyógynövények között is egy sokoldalú gyógynövény. Tehát azt szoktam mondani, hogy a körömvirág gyógyír a testnek és gyógyír a léleknek. És én azt gondolom, hogy a versek vagy a megzenésített versek ugyanezt a célt szolgálják. Itt azért nagyon sok ismerős dalt is hallottunk öntől, de azért hangzottak el újak is. Énekmondónak tartja magát, mi azért a körmendülős írótáborban sokszor találkozunk, tehát azért íróként is ismerem. Milyen érzés Karcagra jönni, hiszen itt azért sokszor lépett már föl? Én nagyon szeretem. Talán azért is, mert Körmendél Lajos volt az, aki egyengedte és segítette a pályámat, de mindenféleképp az a szemlélet, azok a kun emberek, akikkel találkozunk, akik szeretik a szülőföldjüket, van egy identitásuk, ez azt gondolom, hogy példa lehet más település részeknek, vagy mi bihariak ugyanilyen kunok, kunfajták vagyunk, csak nem vagyunk annyira vágott személyek, de azt gondolom, hogy ugyanazt érezzük, amit ők. Itt azért voltak óvodások, voltak nyugdíjasok, de ezzel a jó kis műsorral minden korosztályt megtaláltak, tehát én azt néztem, hogy a picik is ugyanúgy élvezték, és nem lankadt a figyelmük egy perce sem. Biztos, hogy összeszokott a csapat, mutassuk be az együttes tagjait. Hát 104 körös Beáta az, aki könnyű zenével, alternatív könnyű zenét énekelt korábban, vagy a Spam együttesben írzenét énekelt, amiben én is egy 2-3 alkalommal besegítettem, őt onnan ismerem. Ifjabb Micura Károlyt, őt úgy került látóképbe, hogy egy régi cigány műsoromat újítottam föl, és a cigány költőkhöz úgy gondoltam, hogy legyen egy roma is mellettem, aki muzsikál, még ha magyar zenét is, de azt gondolom, hogy ezeknek a verseknek a képi világa, ez fogyasztható, és nem az a lényeg, hogy roma versek, hanem az a lényeg, hogy jó versek, és ugyanez igaz a korosztályra is. Tehát az, hogy jó vers van, vagy rossz vers van, költők között is megoszlanak a vélemények, hogy vannak gyermekversek, meg felnőtt versek, és talán ezért volt érdekes most először használtuk a Csoronfehér címet a műsorunknak, hogy ez a Markó Béla vers, ez egy gyerekkötetből való, de ahogy a monográfus, a Elek Tibor írja, hogy ez bármelyik felnőtt kötetbe megállná a helyét.
Én azt gondolom, egy kicsit meg is lepődtünk, hogy gyerekek is voltak, hogy le a kalappal előttük. Tehát ez a hatodikos korosztály azért, hogy így ilyen figyelemmel végülje ezeket a verseket. Igyekeztem a ő tudásanyagokhoz igazítva egy-egy utalást tenni, hogy mégis azért korban, térben, időben helyezzék el ezeket a verseket. Nekünk ez nagy öröm, hogy egyáltalán köszönjük a Csokonai Könyvtárnak, hogy gondoltak ránk és meghívtak. És az reméljük, hogy még lesznek új könyvek is, hiszen azért itt elhangzott egy félmondat, hogy most jelent meg és most készül, tehát azért alkotóként is beszéljünk arról, hogy mi készül most. Hát most jelent meg a könyv, hétre jelent meg a Kiskutya a Sötétben című gyermekkötete. Hát ezt olyan 10 éves korig tudom ajánlani. Tehát ebben is vannak olyan versek, hogyha lesz felnőtt kötetem, biztos, hogy abba is meg fogom jelentetni, mert azt gondolom, hogy minden korosztály számára fontos. Ez talán annyiban érdekes, hogy ez nem született volna meg, hogyha lányom 10 éves korában nem rajzol, és akkor ő most tanítónak tanul, és ezekre a rajzokra készítette. Írtam ezekre a verseket. Ezek beszédes című versek voltak tulajdonképpen. Tehát az adta azt, hogy miről fog szólni a vers, azt öltöztettem föl, az ment tovább, és a Szép Halom könyv műhely ezt megjelentette, és most lesz pénteken a Berettyói falui debütálása könyv bemutatója. A könyv héten is bemutattuk, de most ez egy másabb lesz. És hát azért azt is áruljuk el, hogy Bereki táborban résztvevők alkotásai is hangzottak el. Volt, aki már ismerte, volt, akinek újdonságra jévelhatott. Hogyan értékeli a mostani írótábort? Hát én azt gondolom, hogy nagyon szép és nagyon jó írótáboron vagyunk túl. Az biztos, hogy nagyon szomorú mindegyik írótáborunk. Legalábbis emlékezéssel kezdjük Görmendi Lajos sírjánál, de hogy mondjam, van egy égi asztal, ahol egyre többen ülnek. És most is azért, most Olály János volt, aki búcsúzott szinte az összes közeli Kisújszállásról, Szenti Ernő, Törökszent Miklósról, DNS Eszter eltávozott. Nem is mondom, mert hosszú a sor, de azon vagyunk, hogy mindig megemlékezünk róluk. De azt szokták mondani, hogy egy ember addig él, ameddig szeretik. Én azt gondolom, hogy Görmendi Lajos 10 esztendeje ment el, már több mint 10 esztendeje elment. Most lett volna 70 esztendés az idén, és mi szeretnénk, hogyha most már 10 év után valakinek, aki elment, lehet lehetséges szobrot, vagy valami emlékhelyet állítani. Mi megemlékezünk a táborral mindig Görmendi Lajosról a sírnál, de azt gondolom, hogy Karcagon is szeretik annyian Görmendi Lajost, hogy egy ilyen kezdeményezésnek nem állnának útjába, hiszen egy kiváló szoprászművészük van, a Györfi Sándor, a Munkácsi díjas, szerintem ő se zárkóznál egy ilyen feladat elől. Hát ez majd akkor ki fog derülni, és akkor reméljük, hogy mi önökkel is, a Körömvirág együttessel is sokat fogunk találkozni Karcagon. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehettünk.